És az egy ilyen tesz videó lenne, hogy te jó nembe kívánok. Mikrofon próba 1, 2, 3, 4, ez egy ilyen tesz videó, hogy felmérjük az állapotát a hangszórónak, meg a mikrofonnak. Mikrofon próba 1, 2, 3, 4. Hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, és mit hoztunk magunkkal? Igen, megint egy offroad szimulátor játékot. Na. Hello, hello, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, megint offroad szimulátor játékkal fogunk játszani, és végre itt van a nagy 82-es MTZ. Igen, ez nem a T40-es, amit ezelőtt próbáltunk, hanem végre ráakadtam a valódi, hamisítatlan, tökéletes kelet-európai csodára, a 82-es MTZ-re, amit tudjátok, hogy miért kapta nevét? Hát igazából remélem, hogy jól tudom. 80-as MTZ volt az, amelyik 80 lóerős volt, a 82-es meg ugyanaz, kivéve annyi, hogy négy kerék meghajtású. Na, ugye a T40-es, amit az ezelőtti gameplayben, mármint az ezelőtti gameplayben kipróbáltunk, az igazából egy tőlünk keletebbre lévő országokban volt őshonos faj, de a 82-es MTZ-ből dögivel szállítottak Magyarországra, és olyan sokat, hogy igazából 50-es, 80-as, 82-es MTZ-ből annyi volt Magyarországon, hogy Dunát lehetett belőle vele rekeszteni, és szó szerint, mert szerintem ilyen több ezer darab volt belőle a régi komcsi rendszerben, ugye, és most már ezek így kivándoroltak, eladták őket ugye a magánszférába, és az ilyen vállalkozóknál, meg magánembereknél van elfekvőben jó pár 82-es MTZ, gyönyörű darab szerintem, és már ugye négy kerék meghajtású, rohadt jó. Egy probléma van ezzel a modellel, így kapásból ránézésre, hogy nem piros. Ugye Magyarországon az MTZ piros, az, fú, ez, az pirosnak kellett lennie. Ez egyébként a tőlünk keletebbre lévő országokban, főleg Szovjetunióban kékek voltak a traktorok. Tényleg az egy ilyen szabályszín volt, olyan, mint Magyarországon a piros. Na figyeljetek, nézzük meg, hogy milyen pálya itt. Kettő kivetni való van a magyar szabvány MTZ-vel szemben. Egy az, hogy ugye ez a szerelvény itt az elején nem volt a magyar MTZ. A másik kapásból az, hogy a légszűrő, az mi, mit keres az a légszűrő ott fent? Itt a kabinnak a sarkánál, az micsoda? Én arra nem emlékszem, hogy olyan lett volna. És ott a gomba légszűrő, igen, ez a motorháznál tök jó, és még az izé, és még ott van a van egy ilyen kis ajtó a kipufogó előtt, nagyon-nagyon picit látni a keretet, ott lehetett bönteni ugye a vizet, az is nagyon-nagyon hiteles. Arról azért szeretik erről az MTZ-ről most így beszélni, mivel azért a 82-es MTZ-t valamilyen szinten ismerem, ültemben használtam, és benézek a kabinba, bepróbálok nézni. Ó, gyönyörű. Nagyon jó, meg van ki a munkával, kb. Olyan, mint amilyenek kell lennie. És azt nézem, hogy van ott lent egy ilyen dupla pedál. Nem tudom, mennyire látszik ott a sebességváltó alatt, van egy ilyen dupla pedál. Na, és az is tök hiteles, mivel a dupla pedál az úgy működött, képzeljétek, hogy ez így ilyen, egy ilyen összeakasztható két pedál volt, és hogyha szépen akasztottátok, akkor tudtátok külön, ha jól emlékszem, külön a jobb és bal kereket hajtani, ugye az a gázpedál volt, de lehetett vele úgy, hogy ha össze volt akasztva, akkor ugye mind a kettő. Ha jól emlékszem, remélem, hogy az volt. Na, javítsatok ki, akinek frissebb élményei vannak MTZ-vel 82-esen. Na, próbáljuk ki, hogy mit tud ez a jármű. Hangja egész jó, bár Ferenc tudja. Nem tudom, nem akarom felhangosítani most. Egész jó. Így az alapjárat megmutatom azért nektek, jó, hogy mégis milyen az alapjárata. Tökéletes MTZ hang, nem? Szerintem jó. Na, oké, alkalmaz. Az a helyzet, hogy még egy kicsit eljeveszem a hangerőt. Nehogy nem halljátok belőle semmit, nagyon sokat nem veszítenétek, de azért mégiscsak arról szól ez itt a gameplay, hogy megkipróbáljuk ezt a járművet, és akkor valamit beszélgetünk is róla. Na, figyeljetek, az a helyzet, hogy megnézzük, miket lehet rárakni. Először is.
Először is egy pótkocsi. Na. Megfelelő pozícióba állítsd a járművet. What the fuck? Hogy én mondod ezt te, barátom? Ennél megfelelő pozícióba nem állíthatom. Oh yeah! Éj a francba. Most már tudom, mi volt a baj. És nézzétek! Fickók vannak, cigarettázik fent a térdelnek a pótkocsin. És nézzétek, alkatrészekkel van megragva. Ez gondolom, ez egy ilyen javítójá... javítóegység. Basszus, ez beragadt a föld alá keményen. Ajaj. Nem tudom, az mennyire fog kijönni. Hát ez kb. Sehogy mi, sem ennyire mi. Jó, hát az bebagolt a föld alá, az nagyon szuper. Ugye van egy ilyen bug ebben a játékban, hogyha némán járműnél, hogyha átlépi a tenge, a földnek a síkját, a keréknek a tenge, akkor úgy érzik el, mint hogyha alatt lenne, és alatt próbálkoznak. Na mindegy, ezt vegyük le. Aha, van egy ilyen sima pótkocsi. Aj, aj. Így az előbb fel akarta venni, jó volt. És marhára nem akarja. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon be akarja rakni a földbe. Nem jó a síkja. Á, és itt sem. Próbálkozni kell vele. Olyan, az lenne jó, hogyha az első kerekünk így elsüllyedne, és akkor talán jól felvenni. De nem tudom, azt hol tudom megoldani. Hogy őszinte legyek. Á, nem akarja felvenni. Tiszta vicc. Kapásból bagos az MTZ-n. Nem akarja a pótkocsit felvenni. Így ebben talán be tudom sülyeszteni az első kerekemet. Már lehet, hogy nem. Oké, jó. Na. Aha, ez egy ilyen szupi jó pótkocsi. Sok mindent nem tudok belőle kivenni, hát pont itt fordul itt a garázs, és itt meg ez is itt zaklat. Hát igen, ez egy tipikus forgózsámonyos pótkocsi. Nézzük meg, hogy mi van még. Oh, van rajta egy bulldozer, ami fix. Javító pontot ad, ami igazából mondjuk semmi értelme van, nincs. Semmi értelme van, majdnem azt mondtam. Na, mi van még itt? Van egy traktorosunk, wow, azt rakjuk már be. Mit ad, javító pontot? Javítás pontot. Cabin protector, aha. Ez is gondolom javítás pontot. Meg van egy csörlő. Nagyon tuti. Szupi, nagyon jó. Na, belepörgetek az időben nagyon gyorsan, mivel kezd lemenni a nap, amit nem szeretek. Egy szíves? És akkor csináljunk egy olyan srácok, hogy próbáljuk meg, nem tudom, hogy ezzel a pótkocsival lehet-e szállítani. Ha lehet, akkor próbáljunk meg vele fát szállítani, ha nem, akkor meg csak úgy próbálkozzunk vele, hogy eljutunk A pontból B pontba. Na, ez jó, ez a pótkocsi még le se süllyedt a föld alá, tuti. Ez annyira jellegzetes ez a pótkocsi, még a kerekekre is emlékszem komolyan, ez egy ilyen régi gyártmányú, talán szovjet, de megkockáztatom, hogy lehet, hogy román pótkocsi, román gyártmányú. Oppa, oppa. Bár lehet, hogy a román az egy kisebb pótkocsi volt, ez elképzelhető, hogy inkább egy szovjet gyártmány. Nagyon jó, és végre jól meg van csinálva ez a traktor. Nem tetszett az előző T40-esben az, hogy lengéscsillapítója volt. Tudom, hogy valamelyik traktoroknak van lengéscsillapítója. De például a 100%-ra tudom, hogy a 82-es MTZ nincs lengéscsillapítója, hanem full fix, mint az első tenger, mármint úgy annyira nem fix, hogy így tud billegni, viszont hátsó tenger az meg full fix. Ott már tényleg semmilyen lengéscsillapítás nincs, csak amit a gumi ad, ugye. És itt jól meg van oldva, hogy tényleg így zötyög a gép, és nincs lengés csillapítás. Marha jó. Kicsit nehezek, mozog, úgy látom, ahogy állni. Nézzük, megpróbáljuk neki egy plusz egyet. Hoppá, nem szereti. És nagyon jó a karakterisztikája, mivel nem túl gyors. Nem tudom, egy traktornál több gáz volt, például a T40-esnél ezelőtt,
tudom, hogy az sem volt egy villám, viszont egy traktor, egy földes úton nem fog gyorsan menni. Ez a, ha jól tudom, a 82-es MTZ még aszfaltos úton is valami 35 km per órával tudott teperni országút 8-ba. Azt hiszem az volt a legnagyobb sebességi fokozata. Úgyhogy ez. Aha, jó, azt nem fogja bevenni. Azt akartam még mondani, hogy lehet, hogy nem fogunk ezzel a spát szállítani. Még hogyha lehet is ezzel a póttal, lehet, hogy ezzel a póttal lehet. Viszont rettenetesen tehetetlen ez a traktor. És ez egyáltalán nem. Nem azért van, mert rosszul írták meg. Ugye tudni kell azt, nekik nem haragudjatok, de most ilyen szófosásom van, hogy tudni kell azt, hogy ugye traktorral fát szállítani, vagy bármilyen olyan dolgot szállítani, jobban mondva inkább olyan úton, ami nem túl jó, sárba, emelkedő, meg terepen, nehezebb, mint egy teherautóval, és ez az miatt van, mivel ugye egy teherautónak a súly az rá nehezedik a tengelyekre, a meghajtott kerékre, és ugye ez miatt a súrlódási együttható nagyobb lesz. Értitek, mire gondolok? Rá nehezedik, nyomja lefele a kereket bele a sárba, de mégis ugye nem, kevésbé rúg el. Viszont a traktornál ugye a pótkocsin van a súly, és ezzel a viszonylag kicsi géppel húzzuk a pótkocsit. És előfordulhat az, hogyha jól megvarrag a pótkocsi, hogy gyakorlatilag nehezebb a vontatmány, mint a traktor. Hát egyértelmű, hogyha szar az út, akkor nem fogja elhúzni. És nem az ereje miatt, hanem egyszerűen erre csúszik a kerék, ugye elforog. Rettenetesen nehezen közlekedik, és sajnos a pótkocsi végig benn van a sárban, nem tudom, hogy mennyire fogom én ezt sikerre vinni, azt a történetet. Egyébként nem hiszitek el, de én borultam 82, nem 82-es? Azt hiszem nem, hanem 80-as MTZ-vel, ami még két kerék meghajtással rendelkezett. Azzal borultam, nem én voltam a sofőr. Egy ilyen kis erdei túráról jöttünk hazafele. Egy ugyanilyen pótkocsi volt utána, és egy csomó fa rajt. Hú, basszus. Nem nagyon akar húzni el a traktor. Na, és egy csomó fa volt rajt, és az volt, hogy a szituáció, hogy full egyenes úton, köves úton mentünk, a sofőr az totálban volt bazva, és közben ecsetelte a műszereknek a használatát, miközben én ültem benne a kabinban mellett, egy bal oldalon van egy, a traktorokban szokott lenni szelszámos láda, de ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor kulcsok vannak benne, ilyen villáskulcsok, meg minden lófasz, hogy hú, de csúnyan beszéltem, ne haragudjon, minden fele tudja, mi benne van abba a ládába. Ezt hogy húzom ezt a pótkocsit, olyan keresztbe jött. És... Na, benne van abban a ládában, én azon a ládán ültem. Az ölemben meg volt egy láncfűrész. És nagy becsetelt a figura, hogy milyen műszerek vannak, nem túl sok van, de ő belevonyolódott. És nem figyelt, nézte a műszereket, nem figyelt, hogy az első kerék az felkapott az út mellett lévő ilyen kis részre, és megdobta a traktort, és az oldalára borult, tök egyenes úton ugye, csak ugye felkapott egy ilyen patkára, és jobb oldalára borult, az volt a szerencse, mert nem volt ajtó a traktoron, hogy a bal oldalára borul, akkor én itt tepdő állok, mivel akkor kiesik a traktorból, amikor borul, és rámesik a traktor. Jobb oldalára borult, a figura ugye ráesett a kabinnak a jobb oldalára, vagy az üvegre, én rá a figurára, a srácra, és a láncfűrész, ami rajtam nálam volt, ugye az rám, meg a figurára, a szerszámos láda tartalma az meg egyértelműen, hogy rám. Úgyhogy kipotyogott belőle minden, és akkor így fejünkre mindenhova. Na, az a lényeg, hogy egy másik traktor jött kimenteni minket, felállított minket, egy ilyen New Holland, egy ilyen újabb típusú, és ez volt a móka vége. Na, nézzük meg, hogy egyáltalán lehet a szájtörni valamit benne, és akkor nem küzdök itt, mint az őrült. Ugye onnan lehet tudni, hogyha lehet valamit szállítani a feliratokon kívül, hogy itt a felpakolás akkor felvinni,
Jó, oké, ezt letudva, nem lehet szállítani semmit ezzel a géppel. Nem nagyon bírom az ilyen járműveket, nem mondom őszintén. Hát én ezt most kapcsolom le ezt a fotkocsit, mivel egy rémálom ezzel közlekednek komolyan. Csak húzzunk be, nézzük meg, hogy például felderítő járműnek az MTZ, 82-es MTZ mennyire használható ebben a játékban. Na, szupi, így már egy kicsit mozgékonyabb a kicsike, szerintem meg fogja venni még talán a 21-es fokozatot is. Jó, ezt akartam elmondani, igen, ez történt, tényleg ez volt az eset, hogyha tényleg bal oldalára dőlt volna a traktor, akkor valószínű, hogy, sőt, az 100% hogy én kiestem volna, mivel nem is egyáltalán nem kapaszkodtam, nem volt ajtó, nem kapaszkodtam, és az volt a probléma, hogy ugye azért nem kapaszkodtam, mert nem volt például, hogy last rész a kezembe, és nem is volt lehetőségem arra, hogy kapaszkodjam, azt, azt fogtam, hát nem nagyon számított arra az ember, hogy felborítják a traktort, és akkor, ja, ha bal oldalára borult volna, akkor egy kicsit ciki lett volna, mivel nekem ott hopp, ez hülyes visszajön. Ezt nem szokta ilyen között korán írni. Nem valami nagyon merülési mélysége, úgy látom. Meg a járműnek. Viszont így már jó, én lényegesen jobban mozog, hogy nincs utánunk a foltkocsi. Ugye tényleg ez a traktoroknak a rákfenéje terepe. Ott is károsodást okoz bennünk a vízszín. Ez a rákfenéje a traktoroknak, hogyha vontatmány van terepen utánunk, hogy iszonyatosan nehezen közlekedik, mivel húznia kell azt a tehetetlen teret, ami ugye nincs ott meghajtott kerék egyáltalán. Sőt, nem úgy nem meghajtott kerék nincs, hanem hogy tényleg így bele lapul a sárba. Ott próbál jönni utánunk, de akarná most egy plusz egyet be tudunk neki adni. Gyönyörű ez a traktor különben nekem, megmondom őszintén, nekem ez a típus, a 82-es MTZ kis kabinos. Nézzetek róla a képet Google-be. Nekem ez a legszebb traktor. Most ez elég furcsa ugye, hogy azt mondom, hogy a legszebb traktor. Hát, mi szép egy traktor. Aki érti, hogy mire gondolok, hogy mi szép egy traktor, az tudja, hogy mire gondolok. Tényleg ezt nem lehet megmagyarázni, hogy mi lehet szerintem egy férfinak, vagy egy fiúnak szép egy traktor. Hát szerintem ez a 8, nekem a 82-es kiskabinas MTZ a legszebb traktor. Vannak ezek a New Hollandok, meg mindenféle kicsfele. Hoppá, jó, baj lesz a visszintel, gyerekek. Jó, nem megyek bele a mély vízbe. Elég jó a jövőm különben. Ja, vannak ezek a New Hollandok, meg mit tudom én, milyen John Deere-ek, de... Nekem az már nem ugyanaz a világ. Itt mennyire mély, srácok? Nyomjunk neki egy kövér gázt, azt meg kiderül, mi lesz, nem? Ó, jéj, jaj, júj. Azt a franc egy olyan. Na jó, most pihenek egy kicsit, mi volt ez? Konkrétan az szerintem ez fulladás és halál lett volna, hogyha ez a valóságban megtörténik. Ez nagyon-nagyon merült. De rettenetesen jól ment, és szerintem még ez a kis tócsa is fogja károsítani. Nem, jó, ez nem egy olyan nagy dolog. De hát ez is majdnem. A vízben nagyon nem kell belevinni ezt a gépet, úgy látom. És tényleg rohadt jól haladunk. Már itt vagyunk, ugye itt jön az a nagyon soros rész, és utána meg egy ilyen kis emelkedő, és ott vagyunk a fa rönklerakatunknál. Képzeljétek, mit próbáltam ki tegnap. Tegnap kipróbáltam, ugye gameplay-en kívül is mondtam én, hogy játszogatok. Sokszor nem veszem fel, nem akarok untatni benneteket, hogy 26-szor én képes vagyok leszállítani egy szállítmányt. Úgy próbálgatom az időket, meg próbálgatom, hogy mennyire, mit tudom, hogy merre lehetne menni, ilyen hülyeségeket. Na, ide nem akarok nagyon belemenni. Ez rettenetesen soros. Ezt nem tudom, ezt hogy kellene abszolválnom. Meg kellene kerülnöm ott, talán meg lehet. Ez nagyon durván soros, nézzétek már itt. Itt ugye még az urallal is el szoktam süllyedni, és az lényegesen jobban ment, mint ez a 82-es. Megpróbáljuk megkerülni. Na, azt akartam mondani, hogy szoktam játszogatni én itt.
gameplayen kívül, ezzel a játékkal főleg, és... És mit akartam mondani? Ja, kipróbáltam izébe, hardcore módba játékot, még soha nem próbáltam. És nagyon tetszett. Nagyon kis cool ez a gép. Viszont rohadt nehéz, ugye akkor már nem lehet visszaugratni a... Az F1-en például nem lehet belepörgetni az idővel, nem lehet visszaugratni a garázsba. Lényegesen jobban fogy a benzin. És ugye mivel nem lehet visszaugratni a garázsba, hogyha találsz olyan hármigat, amíg így le van ragva. Aja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 j
bevinned valamilyen kis tartálykocsival a vizet, vagy vizet, üzemanyagot neki. Na srácok, ott van az a domb, ott van az a domb, ahol be van dőlve az a fa, ezt ugye mindenki ismeri, aki nézi a gameplayt, az a sorozatomat az onnan, aki játszik ezzel a játékkal, azt tudja jó, hogy az egy rettenetes, amilyen fekete, az nagyon-nagyon-nagyon lápos, és valószínűleg, hogy lesz vele problémán most, mivel ez a traktor nagyon-nagyon gyors. Na jó, adjunk neki. Adjunk neki. Az a lényeg, hogy ezen a lápos részen, hogyha megáll, a gép is elkezd rúgni, akkor vége van mindennek, mert itt ide besüllyedünk. És már kapásból, na, talán menj tovább, légy szíves, menj tovább, ne csúszd meg. És ez még ég határeset, hogyha ennél jobban megrúgna, akkor ide beállnánk. Ja. Hopp, láttátok az első kerekemet? És látjátok az összes kerekemet? Na jó, most én megpróbálok visszamenni, mert ide fogok berohadni. Á, ez nagyon, ez komolyan. Ez a domb, ez általában lesz szabad születni, igen. Jó, nagyon rossz. Nem gondolkozok, ki kellene oldalra csörlőznem magam. Itt nem fogok tudni átmenni, az biztos, hogy ilyen. Jó. Megpróbálok felvenni itt. Ugye itt keményebb a talaj. Hát igen, menj, légy szíves, menj. Vagy a fár talán szépen átmegy. Úristen, milyen sáros az a hátsó kerék, gyerekek. Jó, itt talán itt el tudok menni. Itt ezek a bedölt fák itt akadályozzák a dolgokat. Jó, talán jó lesz, csak ne borulj fel, ne borulj fel, jó. Ja, hát igen, ez a rész komolyan. Itt nagyon meg lehet szívni. Mindig úgy szoktam jönni ugye tergocsival is, hogy ilyen nyílgáz, és plusz egy, ha tudom kapcsolni, és akkor rendületből feljössz. Ja, amint megcsúszott a kerék, vagy megállsz, akkor vége van mindennek. Na, és lassan eljutunk a falerakatig, ami nagyon tuki. Annyira jó volt a traktor, annyira, igazából egy problémám van ezzel a modellel. Tényleg. Hogy nem piros. Piros lenne, akkor itt még nagyobb órákat zengenék, és még, ugye, még jobban mesélném itt a retro történeteimet a 82-es piros MTZ-ről, de hát itt csak egy kék MTZ-ünk van. Jó lenne hozzá egy textúrapak, lehet, hogy ránézek majd a játék fájjaira, hogy lehet a textúrákat átrajzolni. Igazából csak annyi, hogy ezt az egészet egy pirosra. Hát pirosra át dobná az ember. És ugye ezt az USZ helyet rakja be a játék, hát ezt az autót, vagy ezt a modellt, ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Ez egy rohadt jó, tényleg egy rohadt jó kellemes, főleg aki ismeri ezt a típust, az biztos vagyok benne, hogy tetszeni neki. És még arra is biztatnálok benneteket, volt olyan nézőm, aki írta, hogy neki van 82-es MTZ-től, ugye az régebbi két részre ezelőtt volt az a T40-es, ami pedzegettem, hogy hasonlít 82-esre, ott írta egy srác, hogy ő nekik van. Gondolom, hogy az édesapja hagyja, hát mutassátok meg neki ezt a modellt, biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog neki. Na, szuper, azt hiszem, hogy igazából gyakorlatilag kísértünk, ugye, a... Jaj, hát faszállítást, igazából jobb is, hogy nem próbáltuk meg, mármint, hogy nem is lehetünk megpróbálni, mert esélytelen lett volna. Tudom, biztos vagyunk benne, hogy nem tudta volna leszállítani. Hát ilyen felderítő járműnek, meg ilyen kis
retro hangulat kölcsönbe jönnek, teljesen jó. Most bevisz, mint egy kicsit nagyobb sárba, kíváncsi vagyok, hogy mennyire boldogul. Van egy olyan érzésem, hogy nagy nyilalem. Mondjuk annyira meg boldogul viszont, mint egy húgaz, úgyhogy azt azért lehet vele csinálni. Viszont a merülövési mélységével van gond, úgyhogy ha ilyen folyókon akartok átkelni vele, akkor lesznek problémák. Viszont ennyire szépen sározódni kereket, még nem láttam ebben a játékban. Jaj, mekkora köveg gyerekek. Nem bírom abba hagyni, mi? Ide értünk a célhoz, amit említettem, hogy jó, eljövünk eddig, aztán akkor vége. De nem bírom letenni ezt a gépet. Meg ezt a játékot sem bírom letenni. Most kicsit elhanyagoltam az Unturned videókat is, meg minden más. Szinte csak ezzel játszom. Unturned videót egyébként azért hanyagoltam, amit annyira nem is hanyagoltam, hanem gameplay-en kívül építem a bázist. Az olyan dolgokat, amik már aláuralmasak lennéteknek, lenne nektek. Mivel, hát olyan például ugye a második szint a falra. Úgyhogy aki Unturned-et vár, az nem boldjon lesz Unturned, és már ugye ugrásszerűen fejlődni fog a bázis. Na, tudti, kíváncsi vagyok valamire, betamasztom azt a gépet, milyen ereje van. Aha, nagyon nem nagy. Nézzünk egy egyes. Aha, jó van. Nem tudom, mit vártam, hogy beásatom magam. Nem sikerült. Kapcsoljunk neki egy lámpát. Aj, de szépek ezek a fények. Amúgy egyébként írtátok, hogy ne nagyon játszok ki is a tétbe, mert nem nagyon látok bele sok mindent. Sokat veszítetek, mivel gyönyörűek a fényhatások a játékban. Tényleg nagyon szép. Nézzetek meg, milyen szép az aurája a fényeknek, vagyis a lámpáknak. Teljesen olyan, mint ti. Annyira életű. Nem tudom, miért vagyok én annyira oda ezért a grafikáért, de tudom, hogy sokkal szebb grafikák is vannak a játék világában, és a PC gamer világában, vagy a konzolok világában, de valahogy annyira mégis ilyen életű, de sikerült megcsinálni a fényeket, meg a textúrákat, meg mindent ebben a játékban, hogy tényleg teljesen le vagyok nyűgözve. Egy kő meg beszorult szerintem a járni alá. És itt sebződünk közelre. Na, beleborítsam ide még. Ugye a traktoroknak egy második rákfenyéje az, hogy eléggé borulék, hogy a magas felépítésnek köszönhetően. Hát most megképzeljétek, nem sikerült felborítani, pedig mondom, így most. Most még beborítottam volna, az még így tankor néved volna ki. Nem adom fel. Hát nem hiszem el, nem akarom feladni, komolyan. És már ez nem tetszik, hogy nem akar felborulni. Meghozottól. Nem akar felmenni, az a nagy probléma. Olyan magas, hogy felboruljon ez a szerencsétlen. Mi volt ez a lag? Mennyire jól néznek ki azok a fények, nézzétek! Nézzétek, hogy köd effekt. Gyönyörű. Tényleg nagyon-nagyon szép. Na jó, van, oké, akkor igazából ennyi is lett volna ez a gameplay, remélem tetszett nektek is. Remélem nem is tudjátok ezt az agyon hype-olásomat a traktoroknak, de tényleg oda vagyok értük. Írjatok kommentet, hogy mit gondoltok a 82-es RPZ-ről, és mit gondoltok, hogy milyen járművek legyenek még természetesen a játékban, mármint a modolt Spin Tires videóban. Na, ezt be jól berekevettem megint, így a végére mindig sikerül összekutva szólnom a dolgokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tényleg tetszett a videó. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. És természetesen folytatás következik. Sziasztok!